Sziasztok, én Aliz vagyok, ez egy heti vlog videó lesz. Úgy gondoltam, hogy a suli utolsó hetét levlogolom nektek, ugyanis elég sok programom van, szóval szerintem elég jól fog sikerülni ez az egész hét. Meg a csatornámon, ha jól tudom, még heti vlog videó nem is volt, és különben ma még csak vasárnap van, és majd holnaptól kezdek vlogolni, szóval találkozunk holnap reggel. Na hát, sziasztok, jó reggelt! Most még csak 3:47 van, és olyan durva, hogy már felkeltem, mert tegnap már időbe lefeküdtem, mert ugye már semmit nem kellett tanulni, mert általában nagyon sokáig fent vagyok, és így nem tudok felkelni, hanem ilyen 6:50-kor kelek fel, most 6:47 van, és már fel is öltöztem, meg minden. Mi ugye 7:30-re járunk iskolába. Úgyhogy, ja, és még elég sötét van, ezt felcsaptam, nem akarom a másik villany, mert ugye még gondolom mindenki alszik. Milkás kávét? Milkás bögrébe? Ideértem Alicehoz, 4:80, és húzza a cipőjét, aztán indulunk. Na, haza is értem a suliból, és ma 5-5-ös kaptam. Wow! És mára igazából csak az a program, amit gyorsan elmondom, szóval most 14:30, amúgy 3:42 van, és 14:30-kor páran így megyünk majd a városba, mivel holnap ilyen karácsonyi ajándékozás van, és megveszik a másiknak az ajándékot, utána én megyek külön angolra tesztelni, utána jövök haza és földrajzot tanulok, mert még abból kell holnap felállnom, és különben bocsi, hogy nem viszem az iskába a kamerát, de megígérem, hogy 1-2 nap biztos elviszem. Na, itt van Tami, meg Réka is, és most megyünk megvenni az ajándékokat. Na, akkor válasszuk is ki. Na szóval, Sári az mostában tök sokat szokta kifesteni magát, már mint arra gondoltam, ilyen Halloween sminkeket, meg mindenfélét, szóval itt nézek neki valamit. És így vedd le, és így nézik ki. Ha égőszem a Kristófnak. Hello, Bello. Megy a fényképezkedés, és nézzétek már, itt van 2 kenyér, lol. Most itt vagyunk a gyógyszertár előtt, és bemegyünk, megnézzük, hogy árulnak-e boraxot, mert ugye az kell slimehoz, úgyhogy gyerünk. Jó napot! Jó napot! Árulnak boraxot? Árul. Viszlát! Gombos Aliz épp most tanul, mert nem sokára megy angolra tesztelni. És semmit nem tud. Így belehajad a kamerát. Sziasztok, barátaim! Akkor... Hello. Na csá! Szia! Most ment el az Aliz, és fogjuk neki a csipészt. Úgyhogy sikerüljön a teszt, gombikám! És most indulunk haza. Na, ide is értem, és még nem kezdtem el tesztelni, mivel elment a tanárni, vagy hogy mondjam, valahova, és Pityuka itt már írja a tesztet. Mit mondasz, nagyon nehéz? Hát, ugye, hogy. Úgyhogy akkor, ja, várok, amíg én is nem kapom el, aztán meg neki fogok. Jaj. Bye! Na, meg is vagyok, szerintem, de megijedtem itt a macska. Nem, már tiszta sötét van kint. Szóval, szerintem elég jól sikerült, úgyhogy most irány haza, és utalok ilyenkor menni. Amúgy rohadtul hideg van, de innen még egy 10 perc hazagyalogolok, aztán találkozunk otthon. Hú, végre hazaértem. Ó, meleg lesz. Sziasztok! Na szóval, most meg is mutatom, miket vettem a Sárinak. Szóval vettem neki ezt a szempillagöndörítőt, meg mondta, hogy valamilyen sötétebb rúst, én ezt választottam, ez ilyen Kylie Matt rúzs, remélem, hogy tetszeni fog neki. Úgyhogy igen, magamnak meg vettem egy ilyet,
és különben ez ilyen zselé szájfény, szóval fel kell kenni a számra, utána megszárad, lehúzod, és akkor így rajta marad a színe, úgyhogy próbáljuk is ki. Na jó, nehogy azt ígyétek ilyenbe, én nem vagyok csak... Aj, ragad, így nem bírok semmit, úristen! Most szerintem szedhetem. Lol, már lassan szerintem szedem le, mert már... Úristen. Na szóval le is szedtem, és szerintem nagyon király színe van, igaz, itt még félrement. Várjátok, fókuszál mindjárt. Remélem látszódik, szóval szerintem csak itt még félrement, ahogy mondtam. Szerintem nagyon király ez a szín, meg ugye nem marad meg olyan, szóval nem olyan sötét. És állítólag ez egy napig is rajta van, hát holnap majd meglátjuk, hogy mennyire, de tusolok meg minden, szóval... Na, az a helyzet, hogy most 8 óra van, és most kell majd földrajzot tanulnom. És amúgy kicsit visszafogadnám magam, mivel ma nagyon sokat vlogoltam, és ez egy heti vlog, hát nem is tudom, ez egy órás lesz, és nem akarom azért olyan hosszúra. Szóval majd igyekszek nem így minden hülyeséget mindig levideózni. Na szóval 3:11 van már, és nagyjából megtanultam, most meg még videót is kell szerkesztenem, szóval fogalmam sincs, mikor fekszek le. És amúgy nagyon durva, mert még a számom mindig rajta van, remélem, hogy látszódik valamennyire. És ugye tusoltam közben, így lemost, próbáltam lemosni meg minden, és nem, szóval szerintem tök megéri ez a cucc. Na, de mindegy is, majd találkozunk holnap. Na hát, hellóka, jó reggelt, 7 óra 3 perc van. És most iszok ilyen narancslevet, meg ezt meg fogom enni. És ilyen 7 óra 15 perc körül jön ugye Tami beszólni, és ma viszek kamerát is suliba, hú-hú, úgyhogy Tali később. Jövök ide, látom, hogy Tami már ott van, itt talizunk, rohadt hidegben. És ma lesz ez az ajándékozás, amikor odaadom a Sárinak, meg majd én is kapok, meg minden tök jó lesz. Szia! Kedvenc helyem. Jó reggel! Jó étvágyat! Hello! Most megyünk kajálni, második órának vége. Yeah. Most szebb lesz! Hey. Szóval most tornaóránk van, lezárta a jegyeket, és most ilyen szabad óra lesz állítólag, úgyhogy megmutassuk a tehetségünket. Szóval, most földrajz van, ez az utolsó előtti óra, és fogjátok a csipiszt. Lezárt ötösre, és most ajándékoztál, szia Bogi! Amúgy úgy csináljuk, hogy mindenki kimegy egyesével, jövünk be, és oda rakjuk annak a valakinek az asztalára. És aztán, amikor mindenki beharta, akkor bejön mindenki, és elveszi az ajándékot, kibontsa, és happy! Jöttem lerakni. Mindenki bevitte. Hát ez nagyon rúcsi. Mindenkinek a tajja itt van. Jipi! Nem kell tanulni, ma majd szerkeztem ezt a vlogomat, mert már lassan majd nem lesz hely a kamerám. Sziasztok, barátaim! Na hát, hazaértem, és már meg is ebédeltem. 3:42 lesz, 5 perc múlva, és én 2-re megyek külön angolra. Szóval abból még el kell olvasnom a házi olvasmányom egyik részét, mert hát még nem jutottam odáig. Na go, amúgy úgyis el fogok késni, mert 55 van már. És a 2-re megyek, én meg gyalog, mert nem szeretek biciklizni, amúgy lefogyok kezem ilyenkor, meg minden. Olyan jó 10 perc a késésben vagyok. Nekem előbb el is kell mennem, mivel ugye oda kell érnem kozmetikushoz, szóval alig leszek ott 20 percet. Angolnak vége van, és tudjátok, amit tegnap írtam tesztet, az 80%-kal 4-est kaptam rá. Hú! És pont annyi az idő, amennyire nekem kozmetikushoz kell mennem, és innen még 10 perc.
Na meg vagyok, szokás szerint tiszta, piros az egész arcom, bár most még annyira nem is látszik. Amúgy most utánam jött pont anya. Na, végre hazaértem, itt már meleg van. És bepakolok holnapra, holnap 6-ra vidített óránkon, aztán meg 3:30-ra, vagyis pontosabban 3-ra vissza kell mennünk, mert karácsonyi vásár. Az van, hogy valamiért nem jó a wifi, pedig próbáltam a sorozaton megnézni, és nem tudom, most már jobban látjátok-e, hogy mennyire piros az arcom. Vagyis legfőképpen itt a homlokom. Amúgy most mindjárt csinálok egy műziklit, már találtam egy zenét. Ez lesz a zene. Mindegy. És akkor ide rakom a másik telefonom, hogy a fény az jobb legyen. Így. És most csinálok itt ilyet, hogy itt így végighúzom. Jó. Így. Na. Na szóval, töltöm fel egy videómat, most ezt a heti vlogot elkezdem majd szerkeszteni, ugye ezt az első 2 napot, utána pedig elmegyek majd és megmosom a hajam, mert holnap karácsonyi vásár, és ne nézzem már ki így. Na, most pedig mehetek is hajat mosni, 9:30 van, eddig meg van szerkesztve a vlogom, szóval, ja. Na szóval, kész lettem, 10 óra van most, és még megnézem a sorozatom, mert ugye, ma, ahogy mondtam, egy ideig nem volt wifink, így a sorozatom nem néztem meg, szóval most azt majd megnézem, átnézem az Instagramot, meg ilyesmit, és utána már szerintem le is fekszek aludni olyan 10:30 körül, úgyhogy... Ja, jó éjszakát! Na, sziasztok, jó reggelt! Most reggel, 6:50 van, nem fogok száll, és most készültem el, most mindjárt le is megyek a konyhába, még nem tudom, lehet, hogy eszek valamit, és ja. Még 2:48, szóval szerintem Tomi rögtön ideér, úgyhogy találkozunk suli után. Na, hát haza is értem végre, és anyáik lent csinálnak a dédivel ilyen sütit a karácsonyi vásárra, ugye majd mindjárt csomagoljuk, úgyhogy megmutatom nektek. Itt már ezek készen vannak, meg itt még sül a többi, csak nem akarunk közel rakni. Szia, Dédi! Szia, sziasztok, gombikák! Igen! Már fel 3 van, és mindjárt elkészülök. Utána majd szerintem lassan jön Tomi. És azt hiszem nem mondtam, hogy ma megyek körmöshöz. Szóval amikor vége a karácsonyi vásárnak, én megyek a körmöshöz, és úgy várom. Amúgy, meg is mutatom. Így ekkorák a körmeim. Szóval nem lesz hosszabbítva, hanem csak a saját körmem majd lereszeli, és rak rá zselét. Úgyhogy ja, most el is készülök. Na szóval, a hajam azt így megcsináltam újra, meg így átöltöztem, és itt vannak, ezeket elkészítettük anyával, így kettesével becsomagoltuk őket, szerintem nagyon cuki, meg nagyon finomak tényleg. És 10 perc múlva 3 óra, Tomi lassan megérkezik, aztán elmegyünk, mert 3:30-kor kezdődik ez az egész, előtte ugye kipakolunk, meg ilyesmi, talán később. Na, itt vagyunk, 3:05 van körülbelül, Tomi! És én ugyanolyan zacskóba hoztuk? Én ilyen kolyukat hoztam, amit ugye csináltuk a
a Liz és Tami konyhájából ugyanazt megcsináltam otthon, és egy ilyen muffin kis tartóba van 3 darab. Yep. Ez már elkezdődött? Az alsósoknak már elkezdődött. Hát nem, ezt szerintem az alsósoknak, vagy csak készülődés. Na akkor menjünk is le, és kipakolunk mindent, a muffinokat is, amit hoztam, meg ilyesmi. Folyamatosan érkezik a kaja, meg is mutatom eddig, mi vannak. Végeztem, most megyek haza, nagyon durván hideg van, -1 fok, és majd otthon megmutatom jobban a körmeim, nekem nagyon tetszenek, amúgy szerintem nagyon király lett. Na végre hazaértem, és be van zárva. Na hát végre hazaértem, és akkor most meg is csinálom a teám, aztán megszerkeztem a mai vlogot. Szépen fel is rakjuk tölteni. Ídni, ez holnapra meg lesz, úgyhogy holnaptól mehet újra kamerán a vlog. Ugye mondtam, hogy most, hogyha az érek, akkor megmutatom a körmöm, úgyhogy szerintem nagyon jól néz ki. Jó éjszakát! Na szóval már a vége a sulinak, most jövünk épp haza, és ott egy disztó... Na, az a helyzet, hogy itthon vagyok, és már el is mondom a programom. Szóval olyan 3 körül valószínű elmegyek Tamihoz, és készítünk ilyen kis kalácsokat. Valószínű ilyen kókuszgolyókat fogunk kézilabdára, mert ez az utolsó edzésünk az évben, és akkor, ja. És után eltervezünk. El szeretnénk majd menni a városba, mert ugye, ha jól tudom, hétfőn, amikor voltunk a városban, láthattátok, hogy így elkezdtek készülődni, ilyen karácsonyi vásárféle van, és akkor ott szétnézünk. Úgyhogy, igen, most akkor át is öltözök. Na, ez így edzése jó is lesz, most pedig szólt anya, szóval elmegyek enni. Felhívom a Tamit, hogy akkor mikor menjek hozzá. Hello. Szia. Hello. Akkor hánykor menjek? Nem tudom, már 2:30-kor mentek. De hova? Hát a Lidivel. De hova mentek? Nem tudom, Tiszapartra szerintem. Mivel Tamival nem tudom ezt megcsinálni, mivel ahogy hallottátok, te sójával megy valahova, ezért meg fogom kérni anyát, hogy segítsen, hogy minden előbb megvegyünk, mert már 3 óra van, 4:30-ra megyek edzésre, és ezt amire megcsináljuk, be kell aztán meg frizsiderbe rakni, ugye? Anya! Bírsz nekem segíteni megcsinálni azt a kókuszgolyót, ami nem ér rá? Itt vannak a hozzávalók, úgyhogy majd jelentkezek, hogyha készek vagy. Mindjárt indulok. Közben még elrakom az indivalókat.
Úristen! Nagyon milyen. Most lefolyázza a nőket, ne essenek szét út közben. Szia, Tame! Szevasz! Leértünk a sportcsarnokhoz. Ide leraktuk, most megyünk fel az öltözőbe. Sziasztok! Sárika is volt körmösnél. Szava! Jó, hát főzöm. Hello, hello. Jó Isten! Nem állj a kezedbe. Gombos Alice, az élet értelme. Na, vége van a kajának, meg az edzésnek, mindennek. Üres a tálca, úgyhogy irány haza. Na szóval hazaértem, és most megvárjuk apát, hogy hazaérjem, mert utána a tesómnak hétfőn, azaz 25-én lesz a szülinapja, csak hétfőn már utazunk, ne kérdezzétek hova, a Brazíliába, és igen, lesz vlog, és akkor most majd odaadjuk neki a szülinapi ajándékát, csak meg kell várni apát, aztán meg Tamival be fogok menni a városba, ha szétnézünk, akarok fürdőbombát venni. Csukd be szemed! Csukd be szemed! Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog színapot, pici! Gyere, adhatok! Sok ajándékot! Na nézzed! Na bonts ki őket! Ezt apa, anya és Alice vették neked. Na, segítsek kibontani? Na, mi lehet ebben? Kaptál egy dobozt, látod? Megforgassuk, hogy mi lehet benne? Itt van a rajzolása. Nézd már meg, micsoda jön. Micsoda jön. Mi lehet az? Mi az, Adri? Konyha. Na gyere már, gyorsban csak ki. Nézd meg. Simogatós ruha. Mutasd már ide, Adri. De jó. Jó estét! Az egyik az lesz. Jó, mert sziaszt, ez nem rózsai, hanem ilyen rágós, kis létes kész. Szerintem ez lesz, ez meg a másik lesz. Úgyhogy ez a kettő nekem. Volt kettő teát. Miért? Van menta, van zöld, van fekete, fehér, nekem early grey. Mi? Milyen? Szerintem én zöldet. Én meg mentásat. Jó. Én akarom fogni. Te csak nyugodtan vlogolj. Na mondja ide a teámat. Na most teázunk, és utána majd indulunk lassan haza. Most olyan 49 körül lehet. Gyerek.
4-9 körül lehet, és akkor így sétálunk, amíg ezt megiszunk, már biciklivel jöttünk, és aztán meg megyünk, és vettünk fürdőbombát, ahogy láthattátok, és úristen, úgy örülök, hogy végre, és nem is volt drága. Végre hazaértem, most leviszem a pizsamám, és lent a kádban megfürdök az egyik fürdőbombával, amúgy lehet, hogy most kicsit homályos, mert tiszta párás a kamera, kint rohadt hideg volt, szerintem ilyen -1-2 fok van. Na hát most 3-10 van, most már megyek le vacsorázni, videómat megszerkeztem a mait, meg ilyesmi. Úgyhogy ma már többet nem fogok videózni, szóval tali holnap. Na hát hellóka, jó reggelt, ma péntek van, és a suli utolsó nap, és el sem hiszem. Amúgy ma végig telefonon fogok videózni, most is telefonon videózok. Azért, mert ma lesz a tesóm szülinapja, ma tartja a barátainak, az óvistársainak, és anyának kell majd a fényképezőgép, hogy csináljon képeket, meg minden. Szóval ma telefonon megy a vlog. Most majd átrakok mindent, ugye, hogy legyen rajta hely, és ma viszem a suliba is a telefont, ma 5 rövidített óránk van, úgyhogy ja. Wow, milyen sok hó esett! Ti szeretitek a havat? Mert én azt utálom, amikor csak ilyen kicsi esik, és így olyan izé lesz belőle, én azt szeretem, hogy vagy essen normálisan, vagy ne is essen. De hála Istennek, nekem 3-4 nap múlva már nyár lesz. És esetleg a emberek nem értenék, mert ugye mondtam tegnap, ha jól tudom, hogy Brazíliába megyek, és ott nyár lesz, úgyhogy... Szia! Mizó? Sokat vártál? Nem, most értem ide. Rékácska is volt már körmösnél mutasd. Úgyhogy nagyon gyönci már mindannyiunk kör. Meg még a Rékának is van a második napnak. Igen, neked a legszebb. Vége a második, de most Nórikával megyünk le a kajáé. Én akartam azt elvenni ezt fogat. Most lesz az utolsó óránk, amit tolna, és most megyünk le, csak a cipőt kell átcserélni. Hello, it's me! Most mit ízzel? Vége! Adi, kinek van szülinapja? Nekem. És megyünk a játszóházba, úton vagyunk már. Egy gyors bemutató, itt kell bejönni. Van ilyen csocsó, itt ilyen... Izé, hogy hívják így? Nem szeretném, hogy a játékok, ugye pingpongasztal, ugrálunk. Ugye így néz ki, kint meg az udvar. Szia, Adri! Új belátásában is kapok. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Adrinak itt a tortája, mennyire cuki, Pinteresten találtam a pajzsot. Egy jó ideje nem jelentkeztem, ugyanis már 9:30 elmúlt, és most szerkesztettem meg a mai videót. Ugye én minden nap megszerkeztem, és már 28,5 percnél tart. Nagyon durva, pedig próbálok tényleg nem minden egyes szart beletenni a videóba, de ez a leghosszabb videóm eddig YouTube-on. Na mindegy, ma szerintem már többet nem fogok videózni, amúgy hozzánk valószínű, hogy holnap fog jönni a Jézuska. Azért, mert ugye mi utazunk, és meg kell pakolnunk minden, hétfőn meg már Kecskemétre megyünk, szóval nem lesz idő, úgyhogy valószínű holnap. Na szóval most meg is mutatom nektek, hogy miket kaptam. Először is kaptam ilyen Jelly Belly cukorkát, amiben 50 különböző íz van, és ugye ezek csak jók lehetnek, úgyhogy már nagyon várom, hogy érjen, mert ezeket imádom. Következő az egy ilyen bio parfüm, és amúgy rohadt illata van, mindjárt teszem. Így néz ki. Kaptam ilyen kis csokit, amiből már 2-t is ettem, és így néz ki, de nagyon finom tényleg. Utána van még egy ilyen póló.
ami nagyon cuki, ezt majd Tóti viszem Brazíliába. És a legutolsó dolog pedig egy ilyen bakzsák, és ez olyan jó, ilyen nagy, és így majd ebbe így betakarózok, és így pihengetek itt a konnektor, úgyhogy telefonozok, videót szerkeztek itt meg minden. Adi, nézd már ide, hogy mit kaptál a déditől. Kapott egy ilyen kis pulcsit is, ez annyira puha, neked tetszik? Meg egy ilyen nadrágot is, ez is belül ilyen tiszta, puhi, és jaj, de jó. Ja igen, meg nem is mutattam. Így néz ki, amit egyik este kapott a családtól. Mindenféle cuccot kapott hozzá. Így meg az Adinak a tortája, mert ma is jönnek vendégek. Már lehet kívánni a valamit, és fújj, de majd délután is meggyújtjuk. Nézzétek, ezt kaptam az unokatesomtól, lerajzolt engem, rohadt szép lett. Bevágom majd ide a képet, amiről eredetileg rajzolta. 4 óra van, és a vendégek elmennek, most majd mindjárt jönnek mások. És amúgy szép rend van az egész szobámban. És nagyon sokan kérdezitek, meg kérditek, hogy legyen room tour videó, de viszont még nincs teljesen kész a szobám, még egy-két dolog hiányzik. Úgyhogy ha majd azok meg lesznek, akkor fogom elkészíteni valamikor, szerintem olyan január-februárban, inkább februárban. És ráraktam egy pokrócom erre, és így annyira jó. Ah, imádok itt lenni. Jó. Aha. Aliz, adod el. Videát tartod messze. Na, hát az a helyzet, hogy nem olyan régen hazaértem, ugyanis a Taminál aludtam, és tudom, hogy nem videóztam. De amúgy az volt, hogy petárdáztunk, akkor elhasználtuk még a csillagszórót, ami maradt, meg sétáltunk a városba, vettünk körtöskalácsot, ennyi, utána otthon, tudjátok, így ávoltunk, lájvoltunk minden, az éve. És most pedig majd pakolok, ugyanis holnap ugye már Kecskemétre indulunk, meg majd a tegnapi vlogom se szerkesztettem meg, úgyhogy majd azt meg kell szerkesztenem. Különben nekünk minden évben élőfenyünk szokott lenni, és egész ilyen plafonig érő, csak mivel egy nap múlva utazunk, ezért felesleges volt az olyan, és akkor most ezért ilyen kis cuki. Na, most indulunk rögtön, és visszük az én kis Lilikémet vendégségbe. Itt van. Azért, mert amíg Brazíliában leszünk, addig az egyik ismerősünkhöz elviszük, és ő fog rá addig vigyázni. Jaj, hiányozni fogsz, te kis kutyi. Lili. Kis cuki nézi, hogy mi van. Most megálltunk a benzinkúton először. Nézd meg, hogy ki tudsz-e szállni, vagy gyerekre. Libiro. Gyere, Lilikém. Jaj, be vagyok kötve, basszus. Nézd csak, Lili, ő lesz a barátod. Biztos, hogy jól áll lesznek. Lilike bement, szétnézek a rá házába. Nagy szia! Emberek, már 5:30 van, és most szinte az egész napomat videószerkesztéssel töltöttem. Vagyis hát azt csináltam, mert beraktam rá még a zenét, meg így kijavítgattam az ilyen vágásokon. Mi? Remélem azért értitek, mert össze-vissza beszélek. És amúgy most csinálok magamnak egy milkás kávét, mert ha jó kávért. Kávét, mert hogyha jól tudom, akkor még maradt egy. Na, itt is van, úgyhogy most megkeveredgetem, aztán megyek fel a szobámba, és most nem tudom még mit csinálok. Ja igen, még az egyik fürdőruhám felpróbálom, mert azt elviszem Brazíliába, mert ilyen, ahogy már mondtam, nyár lesz, és meg fürdköz óceánba. Jó? Na hát emberek, én le is zárnám ezt a vlog videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a 30 percet megnézted. Remélem, hogy tetszett is nektek, és nem volt annyira unalmas. És mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, és boldog új évet, ezt így mondják. Kellemes karácsonyt, inkább úgy. Na mindegy, értitek?
És nagyon izgatott vagyok tényleg, mert holnap Kecskemétre, aztán kedden meg már indulunk Brazíliába, de majd megígérem, hogy lesznek vlogok, meg igyekszek majd 2 naponta feltölteni, úgyhogy puszilag, titeket találkozunk legközelebb. Sziasztok!